Jó, akkor a következő blogban már online marketing szempontból egy sokkal látványosabb, sokkal gyakorlatilasabb, sokkal hasznosabb dologról lesz szó. Ez még pedig a videó e és a hírevérendszernek rendszernek a használata. És a tapasztalat ugye azt mutatja, arra megy a világ, sajnos vagy nem sajnos, ezt most nem minősítsük, ez a tény, hogy az emberek elsősorban ilyen rövid videókat szeretnek nézni, ahelyett, hogy hosszú ö, dolgokat olvasnának. És alkalmazkodnunk kell ehhez a tendenciához. Ezért ugye észrevettétek, hogy mi is egyre több videót jelenítünk meg, ami, mint online eszköz a rendelkezésetekre áll, illetve ugye a rendszer azt tudja, hogy ti saját magatok is tudtok készíteni különböző videókat. Tehát először a videó-e-mail rendszernek a működéséről szeretnék egy-két gondolatot elmondani, és ezt követően pedig. Arról, hogy, hogy az online marketingben ezt hogy tudjátok felhasználni. Ugye rendelkezésre áll egy központi kép és videótár a menüpontban, tehát először még inkább oda menjünk, ez közvetlenül is elérhető a, a, a baloldali menüből, ez az úgynevezett központi kép és videótár, és itt nagyon sok előre elkészített videót találtok, illetve ugye van egy személyes videótár, ahova ti is föltöltetitek a saját videóitokat. Tehát bármikor elkészítetek egy amatőr videót, vagy akár, hogyha profik vagytok a ezen a területen, egy profi videót, és ezt föl tudjátok tölteni. Én most arról szeretnék beszélni, hogy a központi kép és videótárba milyen videókat lehet megtalálni. Ugye, ami nagyon hasznos tud lenni, az az, hogy van egy komplett nyilvános tájékoztató fönt, és ezt is ki tudjátok küldeni videó e Tehát, hogyha valakit nem tudtok elhívni egy nyilvános tájékoztatóra, vagy akár egy webkonferenciára, akkor ez itt a második videó, hogy ez a nyilvános tájékoztató. Azért van fönt a 2011 májusi is, mert ugye ezeket a videókat, ezeket be lehet illeszteni weboldalakba, és hogyha valaki régen beillesztette, akkor mi nem törőjük le innen, mert akkor nyilván az ő oldalán se jelenne meg. De nyilván nem ezt a régit kell használni, hanem a legfrissebbet. Hogyha lentebb megyünk, akkor, akkor lehet találni még lentebb ö, különböző utazási videókat például, hogy a Dubai utazásról, itt ö, volt igény a szünetbe rá, hogy a régebbi videók is felkerüljenek, hamarosan ezek a videók is föl fognak kerülni, és akkor ezeket is akár egy motivációs célra ki lehet küldeni. És ezt követően ugye pedig elérhetőek azok a videók, én úgy hívom, hogy kontakt videó, illetve helyes üzleti döntés videó, most már egyre több nyelven érhető el, tehát a, a magyar mellett e, már jó néhány nyelven, görögül, szlovákul, spanyolul, románul, olaszul tehát jó néhány idegen nyelven elérhetők, ugye ott láttam egy pillanatra elérhető ugye a negyedik születési napi rendezvénynek a, a videója is, illetve ugye a három alap céges videó, ugye, ami a céget, a ganodermát, illetve az üzleti lehetőséget mutatja be. Hamarosan készülnek majd el újabb ö, ö, videók, és ezeken folyamatosan ö, dolgozunk. Tehát érdemes körbenézni itt ebben a központi képés videótárba. Most már annyi videó van itt fönt, hogy majd ö, a következő lépés az lesz, hogy valamilyen formában ezeket a videókat rendszerezni fogjuk, hogy könnyebb legyen az áttekinthetősége, mert elég hosszan jelennek meg. Tehát technikailag úgy működik, hogy kiválasztod azt a videót, amit szeretnél tovább küldeni, és ugye ott van egy link alatta, hogy videóüzenet küldése. Például akkor azt választotta a Józsi, egy jó döntés volt, és tudsz küldeni azonnal egy videóüzenetet, ugyanezt szeretném javasolni neked, mint a termék megrendelésnél vagy egy regisztrációnál, hogy ha még nem használtad ezt a rendszert, nem vagy stabil a használatában, akkor az első javaslatom az, hogy küldj először magadnak egy videóüzenetet, hogy láss, hogy hogy működik maga a rendszer. Tehát ö, ide kell beírni ugye a címzett nevét, utána az e-mail címét, utána a levéltárgyát, és utána beleírhatod ide ugye a levélbe a szövegét és itt alul pedig odaírhatod a Skype azonosítódat, és akkor a rendszer oda fogja tenni a, a videó e-mailnek az oldalára a te Skype ikonokod, ikonodat, hogy éppen aktív vagy-e jelen pillanatban, online vagy-e, vagy pedig csak offline és megírod a szöveget. Az, hogy hogyan kell megírni a szöveget, az egy nagyon fontos dolog. Arról mindjárt beszélek először, most itt a technikáját szeretnénk bemutatni, és alul pedig egy linkkel el tudod küldeni nagyon egyszerűen ezt a, a videóüzenetet, és rögtön ugye bekérül ide ebbe a listába az elküldött videóüzenetek közé, és legközelebb, amikor itt meg, bejössz ebbe a menüpontba, akkor látni fogod azt, hogy azok a videóüzeneteket, amiket kiküldtél, azokat kinézte meg, és mikor és hány alkalommal. Tehát itt ö, ö, nyomon tudod követni. Technikailag, tehát ez egy ilyen, ilyen egyszerűen működik, hogyha te szeretnéd föltölteni a, a saját videódat, akkor egyszerűen föltöltöd oda, és már küldheted, tehát, tehát, semmiféle technikai tudást nem igényel. Ugye a videóüzenet küldésénél lehetőség van arra még, hogyha visszamegyünk a központi képvis videótárba, akkor arra is lehetőség van, hogy és mondjuk ki akarjuk küldeni az egyik videót, mondjuk a másodikat, akkor lehetőségünk van arra, hogy ugye ezt több címzetnek küldjük el, tehát csoportosan küldjünk ö, ö, videó e-mailt és odrák kattintasz most józsi ö, ennek ugye ott van a jelentőségenek a csoportos videóküldésnek, hogy te egy kattintással küldöd ki, akár száz címre is a, vagy akár több száz címre is a videó mégis mindenki egyedileg fogja megkapni névre szólóan azt a videó és neked egyedileg fogja visszaigazolni a rendszer. Tehát ez benne a, a az óriási előny, hogy, hogy nem százszor kell kiküldened a, a a videó hanem elég egy kattintással száz címre is ki tudod küldeni, hogy hogyan, erről részletesen fog beszélni majd a, a hírlevél menedzsmentnél, mert ugye ez szorosan kapcsolódik ehhez. Kár volt most elküldeni Józsi, de nagyon jó ez, ez a példát már nagyon jó megmutattat, hogy láttátok, hogy most kiknek küldtek ki az összes munkatársnak. Tehát az összes munkatársnak küldte ki a Józsi, tehát a, ugye itt, itt föl van írva, hogy a, hogy a munkatársaidnak is ugye ki tudod küldeni a munkatársi hírlevél listára, és, és ez esetben ugye az illetőnek az összes munkatársa megkapta ezt, a, ezt az e-mailt. Itt van, hogy mikor küldte ki, itt meg tudod nézni, hogy hogy nézett ki maga az eredeti üzenet, és az esemény listára pedig majd meg fog jelenni, hogyha az illető megnézte ezt a videó e-mailt. Tehát akár a munkatársainak is, tehát az összes munkatársadnak is tudsz küldeni egy e-mailt. Egy e Itt ö, említenék meg egy fontos dolgot, amiről a profilbeállításnál nem beszéltünk, és ö, menjünk vissza oda, hogy ö, neked, mint szponzornak, illetve neked, mint tagnak, lehetőséged van arra, hogy blokkold a hozzád, illetve a csapatodhoz érkező e-maileket, illetve üzeneteket, illetve a láthatóságát az adatoknak. Mindenkinek a munkatársi adatlapján van egy ilyen menüpont, hogy az adataim láthatóságának a beállítása. És ugye itt a példában ugye csak egy felső vonal van az illetőnek, de meg lehet azt tehát be lehet azt állítani, hogy ne lássa a szponzorom, vagy a felső vonalam, az én adataimat illetve meg lehet azt be lehet állítani azt, hogy a, a hálózatainak, az adatainak ne lássa ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ne láthassa hogy csak az illetőknek a neveit és a pontértékét látja, tehát nem látja az összes többi adatot, illetve nem tud küldeni e-mailt az illető részére, az a felső vonal, tehát hogyha te te szeretnéd azt, vagy nem szeretnéd azt, hogy valamelyik inaktív felső vonalattól a te hálózatod e-mailt kapjon, akkor egyszerűen ennek a beállításával el tudod ezt a funkciót menteni, és onnantól kezdve a te felső vonalad, a te hálózatodnak nem tud a rendszeren keresztül e-mailt küldeni, és nem is látja az adatait. Természetesen ezt az adott egyén fölülbírálhatja, tehát hogyha neked van egy felső vonalad, aki leblokkolta a te adataidat valamelyik felső vonal számára, akkor te mondhatod azt, hogy hát én ezt fölülbírálom, és már pedig ettől én szeretnék, szeretnék kapni e-maileket. Tehát van egy ilyen jellegű technikai lehetőség is, ezt folyamatosan fejlesztjük az igényeitek alapján, és most például majd ugye, amiről beszélni fog az oktató hírlevélnél lesz majd egy ilyen lehetőség, hogy nem blokkolás, hanem az, hogy te ki tudod választani, hogy melyik vonalaknak, melyik munkatársi vonalainknak szeretnél csak oktató hírlevelet küldeni. De erről majd a hírlevélmenedzsmentnél. Tehát az a lényeg, hogy van itt egy ilyen funkció, ez zárjuk be egy pillanatra. Köszönöm. És, és ugye itt még vannak, vannak egyéb ilyen, ilyen lehetőségek a munkatársi adatlapodon, hogy ugye tudod blokkolni a 100 pontos értesítőt, vagy hogyha nem akarsz megjelenni a sikeres munkatársak alatt, akkor, akkor erre is lehetőség vannak. Ezek már nagyon apró dolgok, de mi minden visszajelzést komolyan veszünk, tehát hogyha van valamilyen igény, akkor, akkor próbálunk annak megfelelni. Jó, tehát a videóizenet küldése az ilyen egyszerűen működik, és akkor egy pillanatra arról beszélni, hogy a maga a hírlevél menedzsment rendszer hogy működik, hiszen az, hogy most azt az e-mailt te videó e-mail formájában küldött ki, vagy sima e-mail formájában, magában a felépítésében, a megfogalmazásában nincs különbség, tehát az online működési elvéről külön beszélnék. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy hogyan működik maga a, a, a hírlevél része. Ugye van egy ilyen link a csomagadatlapodon, hogy hírlevél menedzsment, és hogyha oda rákattintasz, akkor ott szintén nagyon érdekes dolgokat találsz. Kattintsunk rá. Köszönöm. Ugye a következő részből állnak, a következő részből áll a hírlevél menedzsment. Ugye vannak az automata hírlevelek. Az automata hírlevelek első két része az üzleti hírlevél, a másik pedig a termék hírlevél. Ugye itt ez alatt azt értjük, ami a nyilvános weboldalakon megjelenik. Tehát mindenki, aki rendelt ugye, egy nyilvános weboldalt, annak rendelkezésre áll egy, ö, egy üzleti hír, egy előre megírt üzleti hírlevél és egy előre megírt termék hírlevél. Mint említettem, a termék hírlevélben nem tudsz belenyúlni tehát az, az meg, meg, van fogalmazva, tehát nem tudsz megfogalmazni más állításokat. A javaslataidat szívesen várjuk, tehát hogyha úgy gondolod, hogy valami neked ott nem tetszik, akkor, akkor figyelembe fogjuk venni, hogyha az jogos és logikus. Az üzleti hírlevelet viszont az te magad személyre tudod szabni, bármibe bele tudsz nyúlni, bármilyen mondatot ki tudsz menne javítani. Egyetlen egy dolgot kell viszont figyelembe venni, hogyha te az üzleti hírlevélbe egyetlen egyszer is belenyúlsz, akkor hogyha mi bármikor ráfissítünk az üzleti hírlevélre, az téged nem fog érinteni. Hiszen azáltal, hogy te egyszer belenyúltál, te jelezted azt, hogy te szeretnél rajta módosítani, úgymond, vagy módosítottál is rajta, és utána nyilván mi azt már nem fogjuk fölülírni. Most arra kérem a Józsit, hogy kattintsunk rá az üzleti hírlevél sorozat szerkesztésére. És akkor ugye itt rá kell először kattintani, hogy létrehozod ezt a hírlevélsorozatot. Nem mint, hogyha ez előtte nem létezne, csak előtte ugye adatbázisból automatikusan működik. Szintén azt javaslom, hogy ha még nem tetted volna meg, vagy nem vagy eléggé gyakorlott benne, akkor a saját weboldaladon a hírlevére iratkozz fel hogy azért tudjad, hogy te milyen hírleveleket küldesz másoknak. Tehát célszerű feliratkozni rá. Jó, itt ugye két beállítási lehetőséged van. Egyrészt tudod módosítani majd azt, hogy milyen sűrűn menjenek ki a hírlevelek. Mi azt gondoljuk, hogy ez optimális, de te ezt mondhatod, hogy ez neked nem optimális, és te sűrűbben szeretnéd, vagy ritkábban szeretnéd, hogy ezek a hírlevelek kimenjenek. És bármelyikre, hogyha rá az, kattintsunk rá valamelyikre, Józsi, köszönöm, akkor bele tudsz írni a szövegbe, illetve tudod módosítani az időpontot, hogy mikor menjen ki. Az első ugye azonnal megy ki, és utána, és utána pedig pedig a szövegbe bármit bele be tudsz írni, ki tudsz javítani, és ugye el tudod menteni alul. Hogyha visszamegyünk, akkor... Ugye lehetőséged van arra, hogy hogy új hírlevelet, tehát ugye hat rész van megírva, de te írhatsz egy hetediket, egy nyolcadikat, egy tizediket, bármennyi hírlevelet írhatsz, és azt meg fogja kapni minden eddigi hírlevél fölratkozód, akinek már ugye a, hat nap, a hatodik hírlevél után az utolsó határidő lejárt, amit te meghatározott. Tehát azt mondod, hogy négy nap múlva menjen ki a hetedik hírlevél, akkor minden olyan hatodik hírlevelet megkapott ember meg fogja kapni, akinek már ugye el, eltelt a négy nap az utolsó hírlevél küldése óta. Tehát újabbakat is tudsz hozzáírni. Menjünk vissza a termékhírlevelekre. A termékhírlevélnél neked arra van csak lehetősége, hogy azt állítsd be, hogy milyen gyakorisággal küldje ki a termékhírleveleket. Azt ugye mi folyamatosan bővítjük, módosítjuk, és nyilvánvalóan ugye úgy van beállítva, hogy az első hírlevél, hogyha meglátod, akkor ugye a Garodelma történetes jellemzői a feliratkozás után kettő nappal megy ki, tehát így van beállítva, ami azt jelenti, hogy ugye a nulladik nap azonnal megkapja az első üzleti hírlevelet, és utána két nap múlva kap egy termék hírlevelet. És ez utána mindig változik, két nap múlva megint kap egy üzleti, két nap múlva egy terméket. De te mondhatod azt, hogy először a terméket kapja meg valaki, és csak majd utána az üzleti, tehát saját magad tudod beállítani, csak vegy figyelembe, hogy mind a termék, mind az üzleti hírlevélnél a feliratkozás időpontját veszi figyelembe. Tehát onnantól kell, hogy hogy, hogy harmóniában legyen úgymond a két hírlevél kiküldés. Jó, menjünk vissza, és nézzük a következő hírlevelet, illetve. A következő menüpontot, ez a feliratkozások kezelése. Ez egy nagyon lényeges menüpont, hogy amikor valaki feliratkozik a weboldal a hírleveledre, akkor arról kapsz egy értesítést, hogy valaki feliratkozott a hírleveledre. Én például azt szoktam csinálni, hogyha valaki feliratkozik a hírlevelemre, és például elírja a nevét, Ugye előszokott az fordulni, hogy valaki kisbetűvel írja a kezdőbetű, az első kezdőbetűt, vagy, valami hibát egyben benne, látom ahogy a klaviatúrán, hogy egymás mellett szerepelt az a két betű, és valószínűleg elírta, akkor én ezt kiszoktam javítani, mert utána még ugye kap tőle majd egy csomó hírlevelet, akkor sokkal szebb az, hogyha tényleg nagybetűvel van megszólítva az ő neve. Ezt mindjárt meg is nézzük, hogy ez, ez hogy történik. Oké? Okay. Tehát a Józsi feliratkozott a spanyol weboldalán az Ádámnak, és itt rögtön látszik is, ugye, a feliratkozások kezelésébe, hogy mivel a minden doménen funkció van kiválasztva, hogy itt történt egy hírlevél feliratkozás, látszik, hogy ő meg is kapta az üzleti hírlevelet, valószínűleg van a spanyol üzleti hírlevelünk, és itt tudom törölni, és, de nem töröljük most, hanem rákattintunk a nevére, és hogyha rákattintasz a nevére, akkor ki tudod javítani az U betűt íre, és akkor már is helyesen fogja megkapni, hogy rákattintasz a módosítása. Tehát én ezt én el szoktam végezni, hogy, hogy tényleg az vagy, hogyha ő végig nagybetűvel írta, az se szerencsés, mert hát ugye a, kisbetűvel írjuk kisbetűvel van írva ugye a hírlevél szövege tehát az a célszerű akkor hogyha az egységes tehát ez, ezeket a javításokat meg, tudta, meg szoktam tenni, illetőleg régebben volt az a funkció, még a hírlevél most is így van megfogalmazva, hogy ha nem szeretnék kapni, akkor küldjen egy válaszüzenetet, de most már a hírlevelek végén ott van egy automata link, tehát bárki le tud nélküled is iratkozni a hírlevelekről. Tehát egyszerűen kattint, folyamatban majd most fogunk valamit upgrade-elni ezeken a hírleveleken. Jó, menjünk vissza a hírlevél management menüpontba, és a... Következő lehetőség a feladatkozások kezelése, ez az egyedi hírlevél küldése. Itt ez azt jelenti, hogy te ki tudod választani a címlistáid közül. Tehát ugye. Ez most valami, valami, valami nem oké. Okay. Visszamegyünk? Nem tudom. Az oké. Okay. Mikül? Ja, igen, oké. Egyedi hírlevél föl, oké, csak azt mondom, hogy a munkatárs is bele kötve, jó. Egyéni hírlevél, régen használtam ezt a lehetőséget. Tehát az egyéni hírlevélnél arra van lehetőséget, hogy a weboldaladon keresztül feliratkozó érdeklődőknek küldjél egy hírlevelet, és ö, itt ki tudod választani doménonként, hogy melyik melyik doménon föliratkozott, melyik weboldaladon föliratkozott embereknek szeretnék küldeni egy egyéni hírlevelet. Tehát például, hogyha ugye az a kérdésed, hogy mit csinálja, rengeteg hírlevél feliratkozóddal és nem történt semmi, és mondjuk elkészítettük most ezt az új kontaktvideót, akkor majd ki tudod küldeni az összes embernek ezt a kontaktvideót. Vagy hogyha tart mondjuk itt, itt egy orvos egy előadást, ami nyilvános, akkor ki tudod küldeni a hírlevő hogy, hogy most van egy ilyen adás. Bármilyen információt ki tudsz nekik küldeni. Az a lényeg, hogy nem érdemes őket sűrűn zaklatni, viszont egy kattintással mindenkit meg tudsz szólítani. Erről a miként majd mindjárt beszélek, a, amikor a, a, az e-mail marketingről lesz szó. Jó, nézzük akkor még a, a következő technikai lehetőséget. Hogy a következő a munkatársi hírlevél. Ugye bármikor tudsz a munkatársaidnak küldeni hírlevelet, Sőt, írja, itt le tudod szelektálni, ugye, hogy attól függően, hogy milyen munkatársaid vannak, tehát hogyha te már gyémánt vagy, és már vannak ö, alatt a gyémántok, sztárégentek, sztárrobik munkatársak, akkor le tudod szűrni, hogy csak melyik csoportnak vagy minden csoportnak szeretnél küldeni hírlevelet, és ö, nagyon egyszerűen tudsz a számukra ö, hírlevelet küldeni egy kattintással, mielőtt kiküldenéd a hírleveledet, a rendszer visszaigazolja, hogy hogy fog az kinézni, és még van a lehetőséged módosítani, és csak akkor kerül hogy a kiküldésre, amikor ö, ezt elküldjük, tehát amikor jóvá hagyod. A következő is az utolsó lehetőség, de ö, nagyon lényeges, az az egyéni hírlevél, és ö, itt van arra lehetőséged ebben a menüpontban, hogy újabb címlistákat hozzá létre. Tehát, ö, Hogyha például neked van otthon 500 darab e-mail címed, mert van mondjuk egy másik vállalkozásod, ahonnan ezekhez az e-mail címekhez legálisan jutottál hozzá, akkor lehetőséged van arra, hogy azt a címlistát ide egyéni hírlevél listára föltöltsd. Tehát egyszer kell úgymond rendbetenni ezt a címlistát, egy olyan Excel táblázatot kell készítened, amiben az első oszlóban van a megszólítás, tehát mondjuk a keresztnév, és a második oszlóban pedig vannak az e-mail címek. És utána ezt az Excel táblát egy mozdulattal föl tudod tölteni. Azt hiszem egy terjedelmi limit van, hogyha jól emlékszem, ugye 200, igen, 200, ugye? 200 e-mailt enged egyszerre föltönteni, tehát egy Excel tábla 200 e-mailt tartalmazhat, de te bármennyi ilyen címlistát létrehozhat. És akkor lesznek ilyen egyedi címlistáid, föl tudod ide tölteni, és tudsz csak erre a címlistára kiküldeni e-mailt, akár videó e-mailt, mert majd mindjárt megmutatom, hogy ez technikailag hogy működik, vagy akár egyedi e-mailt. Ez arra jó már egyrészt, hogyha van egy nagyobb munkatársi csapatod, és akkor szeretnél a munkatársi csapat közül néhány embert megszólítani, tehát létrehozok különböző csoportot, például a Miskolci vezetőim csoportja, akkor, akkor nekik külön tudsz küldeni valami információt, hogyha a számokra érdekes csak de nyilvánvalóan ugye működik a munkatársi hírlevél a küldés a térképes nézetből is. Egy pillanatra ezt ö, tekintsük meg. Ez azt jelenti, hogy ha egy bizonyos területre vonatko területen dolgozó munkatársainak szeretnél küldeni e-mailt, akkor a munkatársak menüpontba kell bemenni, nem a munkatársi hírlevélbe, ö, hanem a munkatársak menüpontba, és ott a térképes nézetbe, ö, ami nyilvánvalóan most ebbe a minta dologban jól látom, nincsen beállítva, mert nincsenek megadva a címek a munkatársaknál, de hogyha meg lennének itt adva a címek, akkor te gyönyörűen látnád azt, hogy mondjuk megyénként, ezért is kötelező Magyarországon a megyéket megadni, megyénként hol helyezkednek a munkatársak, és tudnál küldeni csak mondjuk a szolnok megyei munkatársaidnak külön egy e-mailt egy kattintással. Tehát ö, rengeteg lehetőség van erre, hogyha van valamilyen speciális igényed, akkor nem árt, hogyha beszélsz a szponzoroddal, mert lehet, hogy arra az igényre mi már előzetesen választattunk, attól függően, hogy te most ezt használod-e vagy sem. Ez például ez azért lett így kialakítva, mert hogyha külön tudunk értesíteni a munkatársakat akkor, hogyha mondjuk egy adott városba tartunk előadást, és akkor csak abból a megyéből, megyében dolgozó munkatársak kapnak hírlevelet. Tehát az egyéni hírlevélnél bármilyen listát úgymond összeállíthatsz magadnak, tehát akár különböző érdeklődésű ismerőseid, különböző azonos foglalkozású ismerőseid, azonos érdeklődésű ismerőseid, és külön hírleveleket tudsz nekik küldeni. Jo? Technikailag nagyon röviden ennyit, és akkor beszéljünk inkább arról, ami, ami, ami nagyon fontos, hogy hogyan, mik, mik az e-mailnek a szabályai, és uh, mire kell odafigyelni a, az e-mailekkel kapcsolatban. Ugye manapság az e-mailnek az egyik legfontosabb szabálya szerintem az, hogy uh, a személyre szabott legyen. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy az embereknek a különböző kör e-mailekből elegük van, és uh, rengetegen keresnek meg embereket fantasztikusabbnál fantasztikusabb üzleti ajánlatokkal, és ez már sokszor a tárcsorból, vagy a, vagy a címzettek listájából hogy eldönt, kerül, hogy az az illetőt érdekli, vagy sem. Én például úgy vagyok egy e mail hogyha nem én vagyok a címzett mezőbe beírva, akkor onnantól kezdve az a törlés gombra megy, elég sok e-mailt kapok, mert azt nem nekem szánták. Tehát az lehet bármilyen fantasztikus ajánlatnak gondol dolog, az nem jut el hozzám. Tehát ö, ugyanez vonatkozik a tárgyra is, ugye a tárgyából is úgy, ö, ö, sok mindent ö, ö, levesznek, úgymond az emberek. Ö, egyszerűen ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy ö, az email felép, emailnek, e-mailnek úgy kell fölépülnie, hogy a tárgymező adja el a levél törzsének az elolvasását. Tehát el kell adnia, el kell neked adnod a tárgymezőben azt, hogy az illetőnek igénye legyen arra, hogy elolvassa a levélnek a törzsét. És ugye, amit meg kell fogalmaznod, legelőször, mielőtt e-mailt küldesz, hogy mi a célod? Mi a célod azzal az e-maillel? És utána pedig annak az e-mailnek ki a célcsoportja? Tehát minél jobban személyre kell szabnia az e-mailt. Ugye, hogyha például én... Online marketing szempontjából, online üzletés szempontjából úgy döntök, hogy küldök valakinek egy levelet mert szeretném, hogyha ő becsatlakozna a, az üzletembe, akkor nagyon egyszerűen egyetlen egy célja volt annak az e-mailnek, hogy az e illetőnek az érdeklődését annyira felkeltsem, hogy megnézze az én weboldalamat. Tehát még ugye nem volt videó e-mail küldő rendszer, tehát nem az volt a célom az e-maillel, hogy ő belépjen az üzletbe, mert ahhoz rengeteget kellett volna írnom és, és nagyon profin összerakni ezt az e-mailt, hanem egyetlen egy célom van, hogy megnézze a, a weboldalam. Na most mindig egy picit próbálj gondolkozni a, másik fejével. Tehát például nálam úgy működik, hogy ha kapok valahonnan egy e-mailt, ami nekem van megírva, én vagyok benne megszólítva, de azt látom, hogy már itt scrollozni kell lefele, akkor van egy ilyen mappám, hogy később. Mert, mert nincs időm elolvasni. Tehát most, most, én ugye épp lehet, hogy a Józsitól vártam egy fontos e-mailt, és nem egy, nem egy újabb lehetőséget, vagy nem, nem, nem egy általam ismeretlen személytől egy, egy, egy másik e azt beteszem a, a, később, később mappába, hogy van olyan is, ami olvasni, tehát ami, ami majd lehet, hogy egyszer elolvasok, aztán néha ki törölni ezt a mappának a tartalmát. Tehát, hogy, hogy a, a, lényeg az, hogy ha húsz, tehát azt kommunikálod, hogy, hogy, hogy perceket, hosszú perceket kell rászánni arra valakinek, hogy elolvassa azt az e-mailt, nem fogja elolvasni. Tehát hidd el, nincs arra ideje az embereknek. Tehát ne írjatok, ne írjatok hosszú e-maileket, mert, mert, nincs arra idő. Rövidnek kell lenni, ugye? Az az optimális, amiben akár nem is kell scrollozni. Az a célom, hogy följöjjön, megnézem a weboldalamat, akkor ezt írom meg neki. Nagyon röviden és egyszerűen. És amit én tapasztalok, persze természetes, hogy a, mindig produkál az élet új dolgokat, és az emberi hiszékenységnek nincsen határa is, és, és még mindig bedőlnek emberek különböző hiper-szuper dolgoknak, és, és, és fantasztikus, köntösbe bújtatott ígéreteknek. Viszont, hogyha én valakivel együtt szeretnék dolgozni, akkor a, a legbiztosabb megoldás az, hogyha nagyon egyszerűen és nagyon őszintén fogalmazok. Tehát, tehát számomra abszolút működött, az az e-mail, amikor mondjuk egy barátomat akartam, vagy egy ismerősmet akartam megszólítani az elején ebben az üzlettel, hogy megírtam neki két mondatba. Szia, Józsi, én ezzel az üzlettel foglalkozom. Ha érdekel, akkor kattints ide. Ennyi. Nem mondtam neki semmit, tehát nem mondtam senki. Viszont én azt mondtam neki, hogy én ezzel az üzlettel foglalkozok, tehát nem értem, el, hogy kávéüzlet, vagy bármi, és hogyha én egy picit is hiteles vagyok előtte, akkor ő rá fog kattintani erre az e -mailre. Mondok egy, egy, másik példát, ami nem olyan rég történt velem. Egy ismerősöm ajánlott egy, egy komoly embert a figyelemembe. Tehát egy olyan, olyan, most a komolyságot azon értem, hogy egy, ő egy ő sikeres ember, inkább ez a jó megfogalmazás, egy sikeres ember. Hogy hát szerinte ennek az embernek érdekes lehet az üzlet, és ugyan vegyen már fel vele a kapcsolatot, és írt egy ilyen e-mailt, amiben mind a kettőnket megszólított, hogy ez vagyok én, ez a másik ember, is, beszéljetek. Ugye semmit nem írtam, csak hogy így összehozott. És a következőt küldtem, elküldtem neki két ö, videónak a, a linkjét. Az egyik ö, videó a, a Mestereben napon tartott ö, előadásom, amiben úgy összefoglaltam azt, hogy én, én úgy hogy, ö, gondolkozok a, a, az üzletről, az MLM-ről általában. A másik pedig a 30 perces prezentáció, ami ugye fönt van a nyilvános bemutató. És azt írtam az illetőnek, hogy kedves akárki, itt van két videó, ami azt gondolom, hogy mindent elmond erről a lehetőségről, és hogyha megtekintetted, és még ennek ellenére is érdekel a lehetőség, akkor keresd meg. Ennyi. És, és tehát nem nem, 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 fényeztem neki semmit, nem ígértem neki semmit, hanem azt mondom, figyelj, nézd meg ezt, és hogyha megnézted, és annak ellenére is érdekel a lehetőség, akkor megtalálsz. És az ő megnézte, és visszaírt, hogy oké, okay, hát akkor beszéljünk róla tovább. De, de a lényeg az, hogy én nekem egyetlen egy célom volt, hogy ő nézze meg, nézze meg azt a két videót. És hogyha nem tetszik neki az a videó, amit én ott elmondtam, vagy amit ott hall, akkor semmi értelme, hogy most föliratkozik a híremmel, lesz lesz további lépés. Tehát amit mondtam nektek, hogy, hogy az kell, hogy tudatosuljon bennetek, amikor online gondolkodtok, hogy az, hogy valaki tesz egy lépést, rákattint a hirdetésetekre, megnézi a weboldalt, föladkozik a hírlevélre, az semmit nem jelent. Az még nem jelenti azt, hogy ő akar valamit. Viszont neked olyan emberekre van szükséged, akik nem csak, hogy be akarnak regisztrálni ebbe az üzletbe, hanem holnap esetleg el akarnak kezdeni dolgozni. El akarják kezdeni építeni a saját üzletüket. És ilyen nem olyan sok van, mint ahányan az interneten találhatóak a felhasználók. Tehát nincs olyan sok. Nincs olyan sok. Mert úgy, hogy ott elböngészgetnek el, Facebookozgatnak, stb. stb. De az nem azt jelenti, hogy ők akarnak valamit tenni. Attól még oda keveredhetnek az oldaladra. Tehát én azt gondolom, hogy az e-mailnek tisztá, tisztába kell lenned először is azzal, hogy, hogy, mi a célja a te e-mailednek. Én azt gondolom, hogy az én e-mailemnek a célja vagy az, hogy nézze meg a videót, vagy pedig az, hogy jöjjön fel a weboldalamra. És majd a weboldalot elintézi, hogy most az jó lesz -e neki, ez a lehetőség szimpatikus lesz a lehetőség, vagy sem. Ennyi, nem lehet más célja az e-mailemnek. Viszont akkor, akkor felelje meg ennek a megoldásnak, és itt, itt ezt még finomíthatod a dolgot, de ma már a legjobb az, hogyha ha, ha őt akár a tárgymezőbe megszólítod. Nyilvánvalóan, hogyha te, mint feladó, vagy annyira hiteles az előtt az ember előtt, akkor, akkor, akkor el fogja olvasni a leveledet. Ugye szintén a tárgymezőbe az a, az a, legoptimálisabb, hogyha ha nem támasztasz semmi ígéretet. Tehát nem, 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 nem ott akarod eladni az üzletet. Ugye biztos kaptatok már, oszhattam volna én idézeteket, hogy milyen fantasztikus e-mail címeket, vagy fantasztikus tárgymezőket kitalálnak. Az emberek többsége szerintem már ott, ott törli, vagy nem is olvassa el tovább. Viszont ugye érzi, hogy te energiát fektettél abba bele, hogy, hogy személyesen nekiírtad azt az e-mailt, akkor teljesen más lesz a viszonya a, ahhoz az e-mailhez. Hogy mondjak egy érdekes példát, és ezt ne értsétek félre, megszoktátok az elmúlt négy évben, hogy kaptok a cégtől, tőlem hírleveleket, különböző, különböző e-maileket. Ezt ugye a munkatársi rendszeren küldjük ki, és az alján egyértelműen ott van, hogy miért kaptátok ezt a hírlevelet. És ezek a hírlevelek általában tájékoztató hírlevelek. Tehát benne hogy itt lesz egy előadás, ez a program ennyi. Semmiféle motiváció nincs benne ezekben a hírlevelekben, semmiféle marketing nem használunk. És tavaly ősszel, amikor kim voltunk Görögországban, a dx a táborában, és meghallottam, meghallgattam Ószternek az ottani előadását, akkor nagyon nagy hatással volt rám ez az előadás. Először hallottam egy igazán jó előadás DXN-es üzletépítőtől, külföldi üzletépítőtől. Nem azért, mert mintha előtt olyan sok külföldi üzletépítőtől hallottam volna előadást a DXN körében, hanem ő volt az első. Nem sokat hallottam előtte, de ő volt az első, aki igazából nagy hatással volt rám. És, nagyon motivált lettem, és nem is igazából gondolkoztam, hanem abban a pillanatban, hogy vége lett ott az előadásnak, odaültem a laptopomhoz, ott volt előttem, és küldtem mindenkinek egy hírlevelet. Ez egy ugyanolyan munkatársi hírlevél volt, mint amit eddig kaptatok, csak a szövege volt más, illetve az volt benne a más, hogy kicsit többször illesztettem be ezt a százalékjel név százalékot a szövegbe, amivel ugye azt lehet elérni, hogy a neveden szólítsz a szövegbe is. ugyanúgy ott volt a végén, hogy ez munkatársi hírlevél. Mi is a legtöbbetekre ez olyan hatással volt, hogy rengeteg válaszüzenetet kaptam. Sőt, alvó emberek indultak el az üzletbe ennek az e-mailnek a hatására, mert azt hitték teljesen jogosan, és azért is kértem az elején, hogy ne félre, hogy nekik írtam ezt a levelet annyira személyes volt, hogy nekik személyesen írtam ezt a levelet, el is felejtették, hogy, hogy, a végén ott van az üzenet, hogy ez egy szokásos munkatársi hírlevél volt, és, és olyan, akik bent voltak az üzletben, és nem csináltak semmit, már évek óta, hogy írtak, hogy hú, mikor tudunk beszélni arról, hogy, hogy akkor, akkor én újra indulnék? Mondtam nekik, hogy el lehet végezni az online startképzést, és a kérdésekkel megkeresni. Ö, és van, akik visszajöttek, tehát elvégezték az online startkézés, visszajöttek, de ami a lényeg, hogy ezzel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy, hogy ha valamit másképp csinálsz, mint amit eddig megszoktak, akkor arra rögtön lesz reakció. Tehát, hogyha a te e-mailed másképp fog kinézni, és nem, nem egy ilyen vetítés lesz a szövege, akkor arra fognak reagálni. Jó, tehát én azt javaslom neked, hogy, hogy vizsgáld fölül az eddig általad kiküldött e-maileken, és és próbálj egy kicsit, kicsit más lenni. Múltkor is elmondtam, engem nagyon működött az a, a barátaim, tehát a, a közeli barátaim között, akikkel eddig, eddig nem üzleteltem. Hogy egy olyan e-mailt írtam nekik, hogy azt mondom neki, hogy Szia Zsolt, figyelj, azért írok neked most, mert nem szeretném, hogyha megharagudnál rám, hogy valamiből kihagytalak. Én ezzel fog foglalkozni, itt van, nekem többet nem mondasz, hogy nem szóltam. Ennyi. És, és, beküld, és elküldtem neki a linket. Tehát ilyen egyszerűen és akkor eldöntött, hogy megnézi ezt, érdekli ez a, a dolog, de nem, nem kezdtem, se, semmi extra dolgot nem írtam. Az volt a célom, hogy följön az oldalról, és hogyha majd akar valamit, akkor, akkor majd ő, ő, becsatlakozik. Olyan embereket keresel, aki akar, akar valamit. Jó? Ugyanez vonatkozik a, a videó e-mailnél is, hogy az a célod, hogy, 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 hogy megnézze ezt a videót. És akkor fogja megnézni ezt a videót, ez bármennyi is furcsán hangzik, hogyha minél kevesebb információt írsz -e arról, hogy mit tud az a videó. Tehát, hogyha leírod neki azt, hogy figyelj, ez egy baromi jó üzleti lehetőség, és itt most mindent megtudsz a ganodermáról meg a kávéról, akkor már ő ott eldönti, hogy figyelj, nem érdekel semmilyen üzleti lehetőség, és nem érdekel a ganoderma. Viszont valószínűleg az a videó az nagyobb hatással lehet rá, mint a te szöveged. Ezért ne írj semmi szöveget, hanem például a legjobban működő dolog az az, hogyha valakinek annyit érsz, hogy szia, akárki, vagy kedves akárki, és nem olyan régen találkoztam ezzel a videóval. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Ennyi. És ebben nagy valószínűséggel el fogod érni azt, hogy ő meg fogja nézni, mert megtisztelték azzal, hogy valaki kíváncsi a véleményére. Lehet, hogy ő nem fog rá válaszolni, mert meg fogja érteni, hogy ez egy üzleti lehetőség, és nem érdekli. De te elérted azt, hogy nem előre döntötte el, hogy nem érdekli ez a lehetőség, hanem ő megnézte azt a videót. Ugye a videóüzenetnek az a ö, előnye, hogy nyomon, köve, nyomon tudod követni a folyamatokat. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Döntsd el azt, hogy szerinted annak a személynek, akik most meg akarsz szólítani, ö, mi az érdeklődési köre, vagy mi áll hozzá közelebb? Például nagyon jól működik olyan embereknél, akikről azt gondolom, hogy ők, őt nem annyira az üzlet érdekli, hanem, hanem termékoldalról tudom megfogni, a kettes céges videó, tehát ami a Ganodermával kezdődik. Az egy, az egy abszolút mértékben használható dolog, mert nagyon összefogottan, nagyon röviden elmondja a Ganodermának a lényegét, és hogy hogyan kerül a Ganoderma kávéba, ennyi. Tehát, hogyha nem, nem, van, egy, van egy ismerősöm, és nem akarom azonnal, vagy úgy gondolom én, nem helyes, ugye, de hiszen a MLM-nek a legfontosabb szabálya az, hogy ne te nőnts, de más sehet, hogy érdekli az üzlet. De ha te mégis úgy gondolod, hogy, hogy öt inkább a termékkel kéne először megkeresni, akkor kiküldöd neki ezt a ganodermás videót. Kíváncsi vagy a véleményére. Nemrég találkoztál vele. Ennyi. És el fogod azt érni, hogy ő megnézte. És valószínűleg tartom, hogy, hogy jobban mondta el neki, látványosabban mondta el neki, mint te mondtad volna el neki. És hogyha a rendszer visszajelezte neked, hogy ő megnézte ezt a videót, akkor ugye föl tudod hívni. És ugye le fog esni egy picit az állam neki, mert ugye azt tudod mondani, hogy figyelj, látom, megnézte a videót, látom, háromszor is megnézted, mi a véleményed róla? Ugye? És akkor vársz egy kicsit, ugye, még tudatosan, és akkor mondja, hogy hát ez a vélemény, az a vélemény. És akkor megkérdezett tőle, hogy küldhetek esetleg neked egy másik kis filmet. És akkor utána elküldöd neki a, a cég háttéről szóló filmet. Vagy elküldöd neki a, a, az üzlettel kapcsolatosat. Vagy elküldöd neki a helyes üzleti döntést. Az a lényeg, hogy az elején mindig néhány alkalommal a rövid videókat küldjük el, és amikor megvan neki az érdeklődése, akkor azt mondom neki, hogy figyelj, itt van a teljes képhez a 30 perces teljes prezentáció. És igazából néhány e-mail váltással, vagy egy-két nagyon rövid telefonnal letudtad, letudtad az illetőt. Tehát a teljes folyamat megvolt. És utána, hogyha ugye ő megengedte azt, hogy te küldjél neki második hírlevelet, vagy második videót, akkor nyilvánvalóan ö, megemlítheted neki akár telefonon, vagy e-mailben hogy föliratod, föliratod a hírlevéledre, utolagos engedelmével, majd bármikor lehet ugye iratkozni. Tehát ugye benne lesz a, a hírlevél listába, és nyugodtan tölthetsz neki. Tehát, hogyha már beszéltél vele az első videó után, nyugodtan tölthetsz ki neki egy kapcsolati lapot, és bármikor elkészül egy új videón, kiküldheted neki. Most ugye megoszlanak a, a vélemények ugye az online és az offline szponzorálásnak ugye a hatékonyságával, hiszen itt is ugye azért a, az online és az offline dolog ugye a videó e-mailnél valamilyen szinten aktívan egymással dolgozik, hiszen egy offline már ismert embernek, vagy akivel már valamilyen szinten kapcsolatba léptél, ö, olyan embernek küldött ki ezt a hírlevelet, tehát nem egy teljesen ö, ismeretlennek. És ö, hogyha összehasonlítod a, az offline, hatékonyságoddal vagy az online hatékonyságoddal. Nyilvánvalóan, hogyha offline dolgozol, akkor is kapsz nemeket, mindenképp alapnemeket, mi is nagyon sok nemet kaptunk, nagyon sok embert megszólítottunk. És ugye, hogyha azt nézed, hogy elmész egy üzleti megbeszéléssel, lebonyolítasz egy tárgyalást, visszajössz, az mennyi idő és energiabefektetés, pénz most tegyük félre, idő és energiabefektetése jár, és mondjuk ez alatt az idő alatt lazán el tudsz küldeni akár 50-60 e-mailt is. Ugyanúgy az ismerőseidet, tehát, tehát nem, nem, nem biztos, hogy van a Facebookon 200 ismerősön nem kell neki küldeni a Facebookon egy kör e-mailt. Vagy nem kell megosztani egy videót. Viszont mindenkinek tudsz küldeni egy priváti üzenetet a Facebookon, hogy figyelj, ha még használsz e-mailt, akkor megadnád-e az e-mail címedet, hogy, hogy küldjek neked egy e-mailt, egy, egy e meg kíváncsi vagyok a véleményedre. Tehát igenis tudatosan építs egy olyan e-mail listát, ami ott van esetleg a kapcsolati lapokban, és tudod, hogy majd három havonta megszólítod, mert online is működik ugyanaz a szabály, mint offline, hogy az, aki online neked nemet mondott, az nem a cégedre mondott nemet, nem a személyedre, hanem őt jelen pillanatban nem érdekli. Nem érdekli egy új lehetőség. És három hónap múlva lehet, hogy fogja érdekelni. És igazából ez az, amikor arról beszélek, hogy csak a szabadidőnek egy részét áldozott föl, tehát semmi vesztenivalód nincs a dolgon, csak a szabadidőn tudod elveszíteni, amit ráfordítottál. Jó? Tehát bármikor, amikor e-mailt küldesz, amikor videó e mailt küldesz, a legfontosabb szabály, hogy próbálj a másik fejével gondolkodni. Mondjuk amikor időpont egyeztetés tanítottunk annak idején direktértékesítőknek, direkt ugye az első dolog, amit tisztázni kellett, hogy valakit fölhívsz, mondjuk hideghívással, képzeld már bele magad abba, hogy ő most jelen pillanatban milyen szituációban van. Nem olyan szituációban van, nem úgy vette fel a telefonját, hogy épp egy remek lehetőségről várt tájékoztatást, és hogyha te ezt próbálod így rányomni, akkor már eleve vesztes helyzet indulsz. Ő lehet, hogy otthon éppen a konyhába a leves kavargatja, vagy éppen veszekszik a gyerekével, vagy, vagy hogyha munkájában van, akkor egy másik szituációban van. Ugyanez működik az e-mailbe. Tehát, tehát nagyon fontos az, hogy próbáld beleképzelni magát, hogy az illető most, most hol lehet, mit gondolhat a, a világ dolgairól, és, és próbáld nagyon személyre szabni az üzenetedet. Csak ebben az esetben tud hatékonyan működni. A technológia ott van, viszont szeretnélek arra figyelmeztetni, hogyha valami nem működik, annak egy, az az egyszerű oka van, hogy az emberek azok nem gépek. Tehát nem lehet rájuk húzni sémát. Rájuk tudsz húzni, tehát hogyha most megfogalmazod a világ legbutább e-mailjét, és az kiküldött több ezer embernek, biztos lesz egy-két olyan, aki, aki annak érdekében, az úgy volt megfogalmazva, a nagy számok törvénye alapján reagálni fog. Viszont valószínűleg nem mindenki tud kiküldeni több tízer- több százer e-mailt, meg nincs is értelme neki. Viszont az emberek emocionális lények érzelmi alapon hoznak úgymond döntéseket, és neked nagyon oda kell férköznöd hozzá. És ugye, amit látnod kell, hogy sajnos egy olyan világban élünk, amikor az embereket sokkal jobban motiválja a veszteségtől való félelem, mint a nyeresség iránti vágy. Tehát, hogy te egy olyan ö, szövegű e-mailt küldesz ki, amivel azt kommunikálod felé, azt az érzetet kelted, hogyha ő most ezt nem nézi meg, valamiről marad, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy, hogy ő azt megnézi. Ez nyilván nem azt jelenti, nem azt jelenti hogy ugye a, itt arra, hogy fogalmazok udvariasan azok tovább, ha nem küldött tovább, akkor soha az életben nem leszek gazdag, című mire gondoltam, hanem, meg hogyha most erre a videóra nem kattintasz, akkor, akkor igazából el is áshatod magad, tehát nem, nem, erre a szövegre gondoltam, hanem hogyha te azt kommunikálod felé, hogy neked aztán egyáltalán nem fontos, hogy, hogy ő ezt megnézi ezt a videót, vagy megnézze ezt a weblót, ez neki fontos, úgymond. Magyarul semmiféle marketing munkát nem fejtesz ki annak érdekében, hogy megnéz egyszerűen csak odadót, hogy figyelj, ez van, akkor sokkal nagyobb lesz az esélye, hogy fölkelted az érdeklődését, hogy mi az, mi, 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 is lehet ez? Hát nem véletlen ugye, hogy, hogy, hogy mennyi vírus van, ugye manapság, amiatt a vírusok el tudnak terjedni az interneten, annak egyetlen egy oka van az emberi kíváncsiság. Mert hogyha az emberek megtanulnák azt a szabályt, hogy soha nem kattintok olyan linkre, amit, ami, ami, ami nem logikus, és ami, 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 amit nem személyre szabottan nekem küldtek, mert az, hogy ismerőstől jött, az természetesen lehet, akkor, 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 nem, nem terjednének el a vírusok, vagy sokkal nehezebben. Vagy úgy, az interneten nem kattintanák olyan, olyan linkre, ami, ami, ami nem szükséges. Tehát ugyanez vonatkozik az e-mailre. Tehát gondold át az e-mailezésedet, és hogyha neked eddig ez az egész dolog nem működött, akkor én nagyon gyanítom, hogy ennek az az oka, hogy te az e-mailbe már el akartad adni az üzletet. Az e-mailben már el akartad adni az üzletet, már az e-mailben ott minősítetted az üzletet, holott nem kellett volna. Neked az e-mail kiküldésed, de teljesen mindegy, hogy videó e-mail volt, vagy sima e-mail, egyetlen egy célod van, hogy vagy megnézze a, a weboldaladat, vagy megnézze azt a videót. Ugye, hogyha megnézel a saját weboldaladat, most már a legtöbb videó ö, bele van ágyazva, ha megkérdezel, én azt javaslom neked, hogy inkább a videó e-mailt rendszert használd. Mert van visszajelzésed arra, hogy az illető megnézte -e a dolgot. És a videó e kapcsolatban még egy információt. A kollégák rengeteget dolgoztak az elmúlt hónapokban, években azon, hogy ezt a videó e-mail rendszert tökéletesítsék, úgymond spam biztossá tegyék. De a mai, nap, a mai napokban is igaz, hogy már csak kis százalékban, de előfordulhat az, hogy úgynevezett spam mappába, kéretlen e-mail mappába mennek ezek a dolgok, viszont ez egy remek lehetőség neked. Arra, hogy ha kiküldök bárkinek egy videó e-mailt, és azt látom, hogy az nem nézte meg három napon belül, akkor küldhetek neki egy sima e-mailt. Ami így hangzik, hogy figyelj, három nappal ezelőtt küldtem neked egy videó e-mailt, valószínűleg a spam mappába ment, nem látom, hogy megnézted volna. Kérlek, jelezd vissza, hogy megkaptad-e, mert nagyon fontos lenne a visszajelzés. Ennyi. Tehát ezt így el tudod neki küldeni. És akkor lehet, hogy ezt most nem ért rá ezt megnézni, de akkor is egy, egy minden elkötelezettség nélküli kommunikációra hívtat fel a figyelmét. Jó, ennyit röviden az e-mailről, e-mail marketingről. Nincsenek nagy titkok, logikusan kell, kell gondolkodni ezen a területen, és bátran ki lehet próbálni új dolgokat. És bátran legyél meghökkentő, bátran legyél más, mert a cél az, hogy, hogy más legyél, hogy meg, tudjak, meg tudjon különböztetni.